Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Az első kérdés, mi az ő gondolata? Azt itt középen látjuk, itt felül és itt alul. A kávés csészék szimbolizálják a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Ez megjelenik az ő gondolataiban, de itt a te érzelmeidről van szó, és látható a képen, hogy kicsit hisztis vagy, vagy sírsz, vagy elégedetlen vagy, és ő úgy gondolja, hogy miatta. Holott ő jót akar, rendezni szeretné a dolgokat, és ő biztos abban, hogy nem miatta van ez a hangulatod, hanem ennek valami más az oka. Vagy az anyagi helyzet, vagy a sok munka, vagy elégedetlen vagy a munkahelyen. Itt a 10-es szám azt jelenti, hogy tervez veled egy új kezdetet. És itt az arany érmék lehetnek anyagi segítség, vagy egy jó lehetőség valamit javítani a munkahelyen, de az érmék jelentik a föld elemét is, tehát a reális dolgokat, azon kívül azt is, hogy ő megbecsül téged. Az ő érzelmei itt láthatóak. Foglalkozik veled, hiszen úgy érzi, hogy sok a munkád, elégedetlen vagy, mások kihasználnak téged, szeretnél valamit változtatni a munkahelyen, de még bizonytalan vagy, tegyem vagy ne tegyem. Hiányzik a belső egyensúly is, és itt is a 10-es szám látható, ugyanúgy, mint itt és itt alul, és a 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életedben, vagy az életetekben, de jelenleg nagyon-nagyon fáradt vagy, kimerült, nincs erőd ehhez. És ő bátorítani akar téged. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Ő érzi azt, hogy vannak nálad korlátozások az anyagiak terén, vagy elégedetlen vagy a munkahelyen. Nagyon-nagyon nehéznek tűnik minden, hiszen nagyon sok mindent cipelsz. És itt láthatóak a csészék, amik jelentik a víz elemét, tehát ő érzelmekkel közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit, elmondja azt is, hogy mennyire fontos vagy számára, ő szeretne valamit itt kiépíteni veled. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Nem kell sírni. Itt van a remény, hogy minden rendeződik, hiszen meg lesz a biztonság érzete, ahol le tudtok itt horgonyozni. Itt látható egy hölgy, aki nagyon-nagyon jó indulatú, és ő így lát téged, megbízik benned. Sőt, az is lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy túl jóságos vagy, és emiatt mások sajnos kihasználnak téged. De lesz egy új kezdet, egy új irány, hiszen a gyermek szimbolizál egy új kezdetet, persze a gyermekeket is.
Itt látható egy katonatiszt, aki parancsolgat neked, és ez nem tetszik, hiszen emiatt vagy olyan kimerült, vagy olyan fáradt. Szerintem ez a katonatiszt tiszt jelképez egy hivatalos dolgot, vagy egy bírósági ügyet, de utalhat a főnöködre is. Ő nagyon sokat gondol rád, szeretne veled egy új kezdetet, szeretné azt, ha meg lenne itt a belső egyensúly, vagy lennének jó döntések, változások. Ez a szűkös helyzet lezárul, lesz egy új kezdet. És pontosan ez az ő gondolata. Néha úgy töpreng, mit hogyan kellene tenni, hogy tudna segíteni neked. Hiszen benne vagy egy nehéz helyzetben, itt is látható, hogy sok mindent kell jelenleg cipelned. Ezek a gondok, vagy sok a munka. Igen, itt a munkáról, a munkahelyről, munkahelyi problémákról van szó. És az ő jelenlegi helyzete, itt látható, hogy jó indulatú hozzád, szeretne segíteni neked, itt látható a jólét, ez lehet egy anyagi segítség is, a te jelenlegi helyzeted. Eléred a céljaidat, ne légy szomorú. Azon kívül nem vagy egyedül. Ő rájött arra, hogy fontos az, hogy ott legyen melletted, hiszen jelenleg segítségre van szükséged. Itt is látható, hogy kimerült vagy, itt is látható, hogy milyen sok mindent kell cipelned. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.